A június 9-i választáson FAD városvezetői pozíciójában ismét Bordács József kapta meg a bizalmat a helyiektől. Nagyon örültünk, hogy sikerült a választást megnyerni. Nem csak annak, hogy jó magam maradhattam polgármester és intézhetem tovább a település ügyeit, hanem az a képviselőjelölti csapat, akivel én csapatba indultam, abból is 6 jelöltünkből 5 jelölt végül is képviselőtestület tagja lett, és aki 6-nak bejött jelölt egy helyi tanárnő, ővel is nagyon jó munkakapcsolatban vagyok, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon pozitív, egy jövőt építeni akaró és építeni tudó testület jött létre Faddon és Domboriban is. A polgármesternek és a képviselőtestületnek számos terve van a jövőre tekintve, amiből természetesen szeretnének minél többet megvalósítani. Én nagyon bízom benne, hogy azok a fejlesztési források, amik most egy kicsit akadozva érkeznek akár az Unióból, azok egy kicsit majd kicsit könnyedebben lehet, hogy úgy mondjam, pályázni és hozzájutni, mert azok a források is nagyon kellenek, illetve lesz minisztériumokban is magyarországi kormányzati pályázati forrás, illetve hát a önerőből is azért minden évben tudunk nyilván megvalósítani kisebb fejlesztéseket. Több nagy pályázatunk benn van, a TOP-ban is, Magyar Faluban is folyamatosan pályázunk, illetve a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség felé is vannak benne anyagjaink. A polgármester kiemelt néhány fő beruházást, amely a tervek között szerepel. Szeretnénk Faddon egy új strandot építeni, ez benn van ez a pályázatunk, szeretnénk egy kis sétányt, szabadtéri sportparkot itt Faddon. Természetesen a belterületi útjainkat, nagyon sok probléma van vele, rendbe kell tennünk, ütemezetten haladnunk kell vele, új utcákat is kell építeni, illetve valamit aszfaltozni kell. Ezzel nagyon sok feladatunk lesz. Ezen kívül Dombori üdülőtelepen a Öregfaluba szennyvíz csatornázás kiemelt projekt, illetve Dombori üdülőtelepen is szintén az utak állapota folyamatosan romlik, ezen is nagyon sokat szeretnénk ott is javítani. Ezen kívül bent vannak szintén TOP pluszba köztér megújítási pályázataink FAD esetében, illetve a nevelőotthonunk, a régi nevelőotthonunk egy turisztikai pályázaton bent van. Tehát ezek a nagyobb terveink, illetve a kastély, a Bartal kastély ügye. Én bízom benne, hogy az új szekszárdi polgármesterrel és az új közgyűléssel ebbe is előre tudunk lépni, úgyhogy ezt közösen kell a lehető leghasznosabban hasznosítanunk, illetve pályáznunk rá. Bordács József számára rendkívül fontos továbbá a közösségépítés is, ilyen jellegű programokból is minél többet szeretnének megvalósítani. Kiemelte, hogy célja továbbra is a fadiakkal minél szélesebb körű kommunikációt kialakítani. A városvezető ennek érdekében másfél éve polgármesteri fogadóórát is bevezetett, melyet havonta tartanak. Bordács József megköszönte a fadiak bizalmát, és azt, hogy ismét megválasztották a település polgármesterének.